darab az egy késői köztársasági történet, római köztársaság idejében vagyunk, annak is a felbomlásának az idején, amikor a kalózok lényegében majdnem megdöntötték, bedöntötték az egész római birodalmat. Ugye ennek egy elég nagy könyvtára van, vagy nagyon nagy a bibliográfiája, és hát pont ebben az időszakban kalózfogságba esik egy 25 éves patricius fiú, akit később aztán Julius Cézár néven ismerünk a történelemből. Mit is mondtak? Hogy valami tisztecske? Nem tisztecske. Ez egy patricius, Harisztelsz. És mennyi idős? Olyan 20-valamennyi, 24, 25. Aha. Gájusz a neve és nagy a pofája. Nagy pofa, nagy váltság. Annak idején a Fekete tó mellett, Erdélyben láttam egy ketrecben egy icipici kis fekete medvebocst, aki ide-oda rohkult egész nap, és tudtam, hogy ebbe bele fog őrülni. És akkor arra gondoltam, hogy ez a köztársaság. És csak rohan, és hát kiszabadulni nem fog ebből a ketrecből. Aztán elolvastam a Salinger Balázsnak a Köztársaság című darabját, aki egy elképesztően tehetséges fickó. Ráadásul ugye az Éva drámája volt, amit persze azóta, ha minden igaz, már visszavontak, de ez önmagában nem baj. És amikor én ezt meg akartam rendezni, mert azonnal rácuppantam, mert nagyon izgalmasnak tartom, valamikor ugye éjjel 11-kor eszembe jutott, hogy úristen, ezt a darabot a Babarczi Lászlónak kéne megrendezni. És azon múlt föl is hívtam, és a Laci azt mondta, hogy igen, ezt meg akarja rendezni, és én roppantul büszke vagyok arra, hogy a Salinger, a Babarczi, és ilyen értelemben a Sztarenki is ennek a történetnek a részese, mert hogy a Babarczi László nagyon elegánsan felajánlotta, hogy legyek társrendező, és ezt boldogan vállaltam. Szeretek olyan darabokat rendezni, amiben belekeverhetem az életem különböző összenemfüggő darabjait. Na most, ha egy jó, modern, fiatal szerző ír egy színdarabot, miután én már olyan sokat éltem, tehát mindig találok benne olyat, amihez személyesen is közöm van. Úgyhogy igazából, hogy mondjam, szemérmetlenül élvezem a dolgot. Hát gyerekkoromban mindig az Egerszegi Színház volt nekem a színház, mert ide hoztak minket az osztályokkal az iskolából. Úgyhogy nekem lehettem bárhol, bármilyen darabbal vagy fordítással, azért mindig arra gondoltam, hogy egyszer milyen jó lenne majd Egerszegen. És hát nagyon örülök, hogy ez most úgy néz ki, hogy bekövetkezik. Úgyhogy ezért is megtiszteltetés, meg hogy azt érzem, hogy jó kezekben van az anyag, mert a Babarczi László Sztarenki Pál páros, és hát a színészeken is azt látom, hogy nagyon készülnek rá, és fontos nekik is fontos.